tekintsék meg képes programajánlónkat, melyből kiderül, milyen egészséggel kapcsolatos események, programok várják városunk lakóit az elkövetkezendő időszakban. Számos színes programot, klubfoglalkozást és szűrést tartogat az Egészségfejlesztési Iroda márciusi és áprilisi programnaptára. Lássuk, miből válogathatunk majd. Kajászón március 14-én kardiovaszkuláris szűrést, 24-én vérvételt, 31-én pedig az eredmények kiértékelését végzi dr. Mayer András és csapata. Szintén Mayer doktor úr végzi Kajászón március 24-én a diabetológiai klub foglalkozását. Ugyanezen klub baracskai csoportja egy nappal később, március 25-én gyűlik össze. Az állandó programok közül Baracskán az idősek közösségben tartására létrehozott klub minden hónap második péntekén kereshető, míg dr. Kulumbán Otília krízisklubja minden hónap első és második csütörtökén. Gyúron és Tordason a mai műsorunkban bemutatott dr. Harbula Ildikó működteti szívklubjait, előbbi helyszínen minden hónap harmadik, míg utóbbi helyszínen minden hónap negyedik csütörtökén. Egyéni kardiovaszkuláris tanácsadással pedig időpont egyeztetéssel lehet majd a doktornőhöz fordulni. Ne feledkezzünk meg Ráckeresztúrról sem, dr. Bánovics Ilona az idősek klubját minden hónap első csütörtökén 4-től 5-ig tartja. Ercsi vonatkozásában dr. Pásztor József kardiovaszkuláris szűrését március 17-re, míg a szintén általa vezetett kardiovaszkuláris klubot március 31-ére és április 28-ára időzítette, míg diabetológiai klubja április 7-én és 14-én elérhető. Alkoholellenes és dohányzás ellenes klub is lesz márciusban Centgráf Károly vezetésével, előbbi március 26-án, míg utóbbi március 13-án és 27-én. A mozgással kapcsolatos események is töretlenül folynak majd a Bacakó Péter sportcsarnokban. Vízi gimnasztikára kedden és csütörtökön mehetünk reggel 7-től 7:30-ig, úszni pénteken este 5-től 6-ig, míg ha egy kis gimnasztikára is vágyunk, ezt az úszást megelőző 1 órában ejthetjük meg. Akinek más típusú, még speciálisabb mozgás javallott, Kormos Gézához fordulhat az egészségügyi központban keddenként este 7-től 8-ig, vagy pénteken kora délután 2 és 3 óra között. Az előző sportnap sikere is megerősíthetett minket abban, hogy keressük a következő ilyen alkalmat, amire mindössze április 13-áig kell várnunk. Ekkor Martonvásáron futással, kerékpározással, evezéssel és egyéb szabadtéri sportokkal tehetjük magunkat még fittebbé. És ha már egy jót mozogtunk, a táplálkozásról sem szabad megfeledkeznünk, a főző iskolát március 29-én, április 12-én, 19-én és 26-án kereshetjük a kikötő étteremben.